Szabad-e a kutyát az ágyba engedni? Erről nekem elég sarkos véleményem van. Nem mindenki kell, hogy vele egyetértsen, de én azt gondolom, hogy a kutyus nem való az ágyba. Megmondom, hogy miért. Megpróbálom indokolni. Amikor mi bemászunk az ágyba, nyilván egy tisztálkodás ezt megelőzi. Tehát az ágy az egy tiszta része, egy tiszta hely a lakásnak, egy nagyon tiszta területe. A kutyát nem tudjuk sose olyan tisztává tenni, amely aggálymentessé teszi az együttalvást a kutyával az ágyban. Gondoljunk itt arra, hogy a kutyának a tappancsa egy nagyon szabdalt, anatómiailag azért zegzugosnak tekinthető terület, azt hiába mossuk meg, azért mindig maradnak rajta szennyeződések. A kutyának a végbél környékét is nyilván lemoshatjuk bélsárülítés után, de a hím kutyának a fityymájából a szmegma azért időnként egy-egy csöppet mindenképpen el fog ereszteni. Tehát számtalan olyan higiénét, a saját higiénénket akár súlyosan romboló vagy veszélyeztető szituációval állhatunk szemben, hogy a kutyus benn van az ágyban, amivel nem kellene megküzdeni, én azt gondolom. De mindenkinek szíve joga természetesen. Én csak arra biztatom, hogy maximálisan próbálja meg a kutyát is olyan tisztasági fokra hozni, hogy már valóban beengedhesse a saját ágyába.